Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Bár, ahogy lehet látni, Debian rendszerrel fogunk foglalkozni, de ugyanezeket a gondolatokat meg lehet tenni bármely egyéb rendszeren is, hiszen az elmélet ugyanaz, a gyakorlat, hogy milyen parancsokat kell beírni, az természetesen eltérhet. A rendezett rendszerről fogunk beszélni. Mi az, hogy rendezett valami? Hogy nincs bent szemét. Mit értek a jelen pillanatban szemétnek? Az a szemét, ami telepítés után használok egy programot, a programot leszedem, majd utána marad egy csomó könyvtár vagy konfigurációs fájl. Ez számomra nem jó. Nem jó. Megnézhetjük az apt, azaz a Debian csomagkezelőnek a leírását. Kettőféle eltávolítás van. Van az apt, remove, azaz remove, ami azt mondja, hogy a programot leszedi, a binárisokat leszedi, de a konfigurációs fájlok fent maradnak, ez nekem nem jó. Bár általában a legtöbb program, grafikus program ezt használja, nekem ez jelen pillanatban nem jó. Én azt szeretném, hogy ezen túllépjünk, és a konfigurációs fájlokat is legyen szíves leszedegetni, arra pedig az apt, purge, purgatórium, tisztító tűz, purgálás, tisztítás szó, az mindenkinek ismerős, azaz purgáljuk ki az adott programot. Azt mondja, hogy leszedi a konfigurációs fájlokat, és aztán nekem nagyon jó lesz. Nézzük is meg, hogy ez valóban hogyan realizálódik. Első körben nyitok egy terminált, nem meglepő, a Kitty nevű terminál, lefut a ZSH-nak a dolgai, és utána azt mondom, hogy sudo apt purge kozi. Tehát az apt, purge, kozi, azaz el fog tűnni elméletileg, természetesen az összes olyan cubehőr, ami ehhez tartozik, és tiszta lesz a rendszerem, el is indítom, és utána kiderül, hogy mégse nem úgy van, mert azt mondják, hogy a következő csomagok automatikusan lettek telepítve, és már nincs rájuk szükség. Nyilvánvalóan ezeket felhozta a kozi, amikor őt telepítettem, ezek a függőségei, de jó lenne, hogyha a függőségekkel együtt leszedni, de hát majd le fogjuk szedni. Oké, a kozit eltüntettük, és utána megkeressük visszamenve az autoremove, ahogy ő javasolta, hogy legyen szíves ezt az autoremove parancsal megtenni. El is indítom, lefut, el fogja tüntetni. Megtettem mindent? Hát nem 100%, hogy megtettem mindent, mert gyakorlatilag a telepítő rész, azaz a Debian csomag, ami a tárolókból lejött a telepítéshez, az a gépemen lehet, így bizony a sudo apt clean tisztítás parancsot is lefuttatom, és így ezt a fájlt, amit ő felhozott, letöltött, és abból települt, de nem távolította el, biztonsági okok miatt, bizony azt is eltávolítottam. Már 3 lépést megtettem, annak érdekében, hogy tiszta legyen a rendszerem. Oké, ennyi volt az apttal való munka. Jelentett gondot? Nem. 3 darab parancs, és a lehető legkeményebb eltávolítási parancsokat használtuk, azaz elméletileg nem sok minden maradhatott a gépemen. Szemétként nézzük is meg, hogy bizony mit szeretnénk megnézni, az, hogy fent maradt-e valamilyen konfigurációs fájl, adatbázis, akármi könyvtár, amire nekem igazából nincs szükségem. A dept commandert fogom használni, ennek az az előnye, illetve én azért szeretem ezt erre a célra használni, bár más programokat is lehetne, meg természetesen terminálból is meg tudnánk oldani. Miért? Ma a keresés. Keresd meg az összes olyan fájt, könyvtárat, akármit, amiben szerepel a kozi szó, azt egy panelba be tudom passzírozni, és ennél kényelmesebb nincs, hiszen akkor el-vissza tudom nézegetni ugyanúgy, mint egy könyvtár tartalmát. Nézzük is meg, parancsok, újabb keresés, az egész gépemen légy szíves keresni. Ha véletlenül olyasmit talál, amihez sudójog kellene, akkor természetesen annak is a híve vagyok, meg tudom majd adni, hogyha azt szeretnénk törölni, de a fájmaszk legyen annyi, hogy kozi. Amit eltüntettük, a program neve, annak egy része, és akkor legyen szíves keresni. Na, villám gyorsan keresett, és már is lehet látni azt, hogy van egy SVG halom, ami az ikonokat tartalmazza. Én ehhez soha nem szoktam hozzányúlni, mert ahogy lehet látni, az USR, SAR, Icons, Papyrus, azaz egy ikonpaknak a részei. Ehhez nem nyúlok.
Oké, lépjünk is tovább, az egészet betesszük egy ablakba, betett egy ablakba. Egy, kettő könyvtár, egy, kettő akármilyen fájlt, egy adatbázis fájlt találunk, illetve az SVG-ket találjuk meg, amik gyakorlatilag valószínű, hogy az ikonpakkok részei, hozzá nem fogunk nyúlni, azaz mit csinálunk a kozi, meg a könyvtárakat kijelöljük, ha nem ilyen szépen sorba van nektek, hogy kiterjesztés szerint rendezte be, akkor ide rá tudsz kattintani, és akkor kiterjesztés. Itt méret, dátum, illetve név szerint tudunk keresgélni, rendezgetni, azaz gyakorlatilag ezeket eltávolítjuk. Elmondható, hogy mi mindent megcsináltunk, ami a leírásokban benne van. Purgáltuk, azaz nem csak eltávolítottuk a binárist, majd eltávolítottuk azt is, ami letöltődött, tehát a telepítő fájl, azt is eltávolítottuk, meg a hozzátartozó, vele együtt feljövő, vagy más programmal együtt feljövő, de a más program is trehány módon eltávolítás után fenthagyó, különböző függőségeket is leszedtük a hivatalos apt rendszerrel, de ennek ellenére megmaradt az adatbázis kozi. Egy zene lejátszó, tetszik, jó, csak leszedem, mert van jobb is, más is, szkripttel megoldottam. Ahhoz pedig nem kell ilyen nagy program, hogy le tudjam játszani azokat a hanganyagokat, amiket akarok. Azaz gyakorlatilag nem sok mindent maradt fönt, de abba gondolj bele, hogyha te gépeden 1, 2, 3 ilyen plusz könyvtár fent van, az még elfér. De a naponta, hetente kipróbálsz egy-egy programot, és egyikét hagy egy könyvtárat, másikot hagy egy könyvtárat, a harmadikot hagy egy konfigurációs könyvtárat, jellemzően a saját könyvtáradba, pont, konfigba ezt meg tudod találni név szerint is, vagy a te saját főkönyvtáradba is, vagy esetleg a pont lokálban is meg tudod ezeket találni, kézzel is meg tudod keresgélni, nem kell ehhez fájlkezelő, de egy gyorsabb, akkor már egy idő után 10, 20, 30, 40, 50, 100 plusz könyvtár van. Nem azért, mert sok helyet elfoglal, hanem egyszerűen átláthatatlan katyvasz lesz mondjuk a konfig könyvtárod. Nem kell nekem az, hogyha valamit konfigurálok, jellemzően egy terminálon keresztül szövegszerkesztővel, akkor ott kelljen keresgélni a nagyon-nagyon sok könyvtár közül, hogy mire van nekem szükségem, hiszen például a kozi könyvtárra már nincs szükségem, amiben a konfigurációs egyéb fájlok vannak, ezeket én delete-tel el fogom törölni, és leokézom, és el is törlődött. Azaz nem nyertem helyet, ezt nem a helyért csináljuk. Nem lettem okosabb, szebb és jobb, csak a rendszeremben nincs bent az a szemét, amit egy eltávolított program ott hagyott, slendrián módon ott hagyott. Megvan ennek a logikája, nyilvánvalóan azért van kétféle eltávolítás, hogy az egyiknél megmaradjanak a konfigurációs fájlok, könyvtárak, egyebek, és ha még egyszer újra akarod telepíteni, akkor bizony ne kelljen újra konfigurálni, a másik azért van elvileg, hogy a főbb konfigurációs fájlokat eltüntesse, de ahogy látni, ez nem sikerült, és azt kell mondanom, hogy akármilyen rendszert használ az ember, nem csak a Debian-nak a hátránya ez, hogy fenthagyja azokat a felhasználói könyvtárakat jellemzően, amiben valami beírogatott. Beírogatott az a program, és utána már nem törli le azokat az állományokat, amikre igazából már nekem nincs szükségem. Ezért kell a törlés után a függőségeket is leszedni, időnként tisztítani a rendszerünket, ezért kell a chase-t, tehát azt a részt, ahova ő letöltögeti a telepítő fájlokat, kitörölgetni, mert például nemrég felrakott MX Linux 1,8, persze a programok telepítése után, 1,8 gigabyte méretű, ami egy szép mennyiség, dolgot húzott le, azokat telepítette. Egyértelmű, mondjuk egy LibreOffice csomag se pici, meg egyéb ilyen csomagok sem picik, és akkor szépen összeadott ezt, a Clean parancsal el tudtuk tüntetni. Utána mindenki gondolkodjon el, hogy szeretne egy rendezett, jól működő Linux rendszert, amiben nincs plusz szemét. Nem azért szedtük le, hogy 3-4 megabájtnyi helyet megspóreszoljak. Természetesen, hogyha 5-6 ezer
hanganyag lett volna bent, és annak az adatbázisát a kozi felépíti például, és utána leszeregeti az ember a kozit, és megmarad egy mondjuk 200 megás adatbázis állomány, azért az helyet foglal el, nem a 2-3-4 megányi helyért tettem ezt, hanem a rendezettségét, azaz a programok letakarítása nem csak annyi, hogy te fogod, és a grafikus felületen bepixeled, kipipálod, hogy mit szeretnél leszenni, hanem utána sajnálatos módon ezt a manuális munkát el kell végezni. Nem nagy, csak 10-20-30-50 programnál, természetesen ez hosszú. Tehát, hogyha leszedünk valamit, szedjük le terminálos parancsal, keressünk rá a maradék szemétre, értékeljük a szemetet, vagy a megmaradt dolgot, például az SVG, PNG dolgok, azok inkább az ikonokhoz tartozó dolog, hiszen láttuk is az előző panelba, a keresésnél, az elérési útnál, hogy ezek a ikon csomagnak a részei, ezeket nem szeretném én lepiszkálni, mert előfordulhat, hogy újra telepítésnél nem lesznek szép ikonjaim az adott programhoz, tehát értékeljük, hogy mit szedünk le, és ami nem kell, az pedig le kell törölni. Nyilván abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ez nem irogatott ide-oda, amoda, ava rootjog kellett, de előfordulhat, nyilván akkor rootként, azaz emelt jogú felhasználóként kell futtatni a fájlkeresést, jelen pillanatban a fájlkezelőt, és utána természetesen azokat is le lehet törölgetni. Jellemzően ott nem szokott szemetet hagyni, hiszen a fő rendszer részbe értelemszerűen a program meg annak a saját könyvtárai vannak, azt a fájlkezelő, illetve csomagkezelő, inkább így mondom, szépen leradilozza a purge parancsal, de a saját könyvtáromba, a saját felhasználói könyvtáromba a config fájlok, vagy esetleges ilyen adatbázis, egyéb dolgok, azok fent maradhatnak, azt kézzel kell törölni. Hát köszi szépen, hogy meghallgattatok, remélem valami kis iránymutatást tudtam adni, hogy a rendszer karbantartása, a rendszerben való munka nem bonyolult, nem egyértelműen kell kizárólag csak terminálba dolgozni, megoszthatod a terminálos és a grafikus munkát, és remélem mindenki átlátta, hogy nem érdemes fent hagyni olyan könyvtárakat, fájlokat, amire későbbiekben biztos, hogy nem lesz szükség, és sajnos ezeket kézzel, manuálisan kell eltüntetni. Nem bonyolult, de meg kell tenni. Köszi szépen!